Fellángolhatnak a politikai viták az Európai Bizottság új migrációs paktuma miatt. A javaslat csomagot most hozza nyilvánosságra az uniós testület. A kiszivárgott tervezetben szerepel a kötelező szétosztás, valamint az úgynevezett szponzorációs rendszer. Ennek az a lényege, hogy a szponzor tagállam elviszi a frontországokból azokat, akik nem kapnak menedékjogot. Innen kezdve a szponzor dolga, hogy ezek az emberek nem maradhassanak az EU területén. Garantálnia kell, hogy 8 hónapon belül megoldja a feladatot, vagy különben a saját országába kellene szállítania a kiutasításra váró bevándorlót. Egymás után érkeznek az illegális migránsok az új sátortáborba Lesboson. Korábbi lakhelyük a Mória tábor leégése óta már több mint 9000-en költöztek be az új központba. Több ezen vannak azonban, akik továbbra sem hajlandóak erre. Nyomás alatt tartva így a hatóságokat, hogy szállítsák át őket a kontinensre, ahonnan azonnal nyugatra indulnának. A bevándorlók terve talán beválik, mert az Európai Bizottság a vártnál jóval hamarabb már ma ismerteti új migrációs paktumát. Az eddigi hírek szerint a tervezet alternatívát kínálhat azoknak az országoknak, mint például Ausztria, Szlovénia vagy a Visegrádi négyek, amelyek kezdettől fogva elutasítják a bevándorlók kötelező szétosztását és betelepítését. Az új kifejezést, amit ezzel kapcsolatban a következő hónapokban hallani lehet majd, az úgynevezett szponzorációs rendszer. Ez szerint a szponzor tagállam segíti a migrációnak leginkább kitett frontországokat, például úgy, hogy elviszi tőlük azokat a bevándorlókat, akik nem kapnak menedékjogot. Innen kezdve a szponzor dolga, hogy ezek a migránsok nem maradhassanak az EU területén. Garantálnia kell továbbá, hogy 8 hónapon belül megoldja a feladatot, különben a saját országába kell szállítania a kiutasításra váró bevándorlót. Németországban 260 ezer olyan ember van, akinek elutasították a menedékkérelmét, de nem tudják őket hazaküldeni. Működésképtelen lehet az a javaslat, miszerint a migránsokat be nem fogadó államoknak úgynevezett kitoloncolási partnerséget kellene kötniük a kibocsátó országokkal, és rá kellene venniük azokat arra, hogy visszafogadják a migránsaikat. Erről beszélt Kiszeli Zoltán politológus az M1-en. Jellemzően Európa körül olyan kontinenseken olyan nagy számú fiatal lakosság van, amivel ezek az országok nem tudnak mit kezdeni, és ezt a lakosság fölösleget passzolják át Európába. Tehát örülnek, hogy megszabadultak a lakosság fölöslegüktől, és most ezt kéne visszazsuppolni, visszaszuszákolni a fokrémet a tubusba. Tehát ez az, ami eddig sem működött, és szerintem eztán sem fog. Emellett szólt arról is, hogy a sokat vitatott kötelező szétosztás is szerepel az Európai Bizottság kiszivárgott migrációs paktumában. Határaink szilárd őrizete és a betelepítési kvóták elutasítása az a két fontos elem. Ismét fellángolhatnak a politikai viták az Unióban, ha az Európai Bizottság újra a kötelező kvótákkal próbálkozna. Így értékelt Bakondi György az M1-en. Ha és amennyiben egy ilyen megoldáson gondolkodnának, akkor a súlyos politikai viták fognak bekövetkezni az Európai Unióban, nem az egység felé vezető megoldások ezek, és kétségtelen hosszú távú kihatásai lesznek, hiszen az elosztási kvótának, ahogy látjuk az elmúlt 5 évben, ahányszor ez fölmerült, mindig jelentős szívó hatása volt, vagyis az elosztás automatikusan azt eredményezte, hogy újabb és újabb tömegek indultak útba. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hangsúlyozta, szakítani kell azzal a szemlélettel, hogy bocsánatos bűn embercsempészek segítségével, jogellenesen, személyi adatokat eltitkolva, hatósági ellenőrzést megkerülve bejutni Európába. Mert ennek súlyos következményei lesznek Európa közbiztonságára, szociális ellátórendszerére, gazdasági fejlődésére és közegészségügyi helyzetére is. We'll be right back.